Sziasztok! 23-án, november 23-án van a nyilas újhold. Ma már, ugye 22-én veszem ezt a videót föl, és valószínűleg ki is rakom ma. Ma már a nyilasba lépett a nap, és most hozzá fog pontosodni a hold, és az újholdak ugye mindig a megújulásról, az új dolgok kezdetéről szólnak. De tulajdonképpen ez az első újhold a fogyatkozás szezonunk után, tehát közvetlenül a fogyatkozás szezon utáni első újholdról van szó, ami azért mindig jelentőségteljes, mert egy picit mindig érdemes visszatekinteni az elmúlt 2-3 hétre, hogy mi történt. És hát nagyon érdekes dolgok történtek. Közben ugye elkezdtem csinálni az előrejelzést is, ott láttam már egy-két dolgot, azokat megosztottam veletek. Abból is készült talán még egy videó, az abszolút vágyfülőeknek, mert ott is lehetne érdekes dolgokat látni, illetve gyertek el Gyürki Erikának az előrejelzés napjára, december 10-én a Facebookon megtaláljátok az eseményt, ott lehet jelentkezni, szeretettel várunk benneteket, és akkor majd belenézünk jobban is az előrejelzésekbe, de most figyeljük meg, hogy mi van ezzel az új holddal. Pillanat, ezt fogom nektek megmutatni itt. Tehát az az érdekesség, és ezt most főleg a tanítványomnak mutatom, hogy látjátok, drágáim, itt van az MCIC tengely, a pontos ideje az újholdnak Budapesten, november 23-a este 23 óra 57 perc. Tehát tulajdonképpen technikailag, csillagászatilag ez bizony 24-e hajnal. Hiába óra szerint még 23 óra 57 perc van, tehát 3 perccel éjfél előtt. Nézzétek meg a napot és a holdat, ugye egy fok valahányon áll, tehát a nyilas második fokán áll a napolt konjunkció. Jó, mit tudom én, 8 foknyi, 7 foknyira az MCIC tengelytől, tehát ez bizony már másnap hajnal. Így lehet megállapítani egyébként azt, hogy az éjfél körül születetteknél, hogy pontosan mi a helyzet. Na nézzünk a budapesti képletre rá, szűz, aszcendenssel a Lilit emelkedik. Ugye ez a Lilit, a Sasztra Lilit, a három Lilit közül a kezdő energia, a lázadás az igazságtalanság ellen, tehát amikor Lilit fellázad Jáve ellen, mert hülyeségeket beszél. És a deszcendens pontján pedig a Juno-Astrea konjunkciót látod. Azért érdekes ez a három égítés, tehát önmagában is ugye opozícióban állva feszültséget szimbolizálnak. A Juno a hivatalos társ, az elkötelezett feleség archetípusa. Hogy hívják, a Lilit pedig, hát a pont az anti-feleség, fogalmazunk, hiszen ő elsétál Ádámtól, ő ott hagyja Ádámot. Maga az újhold pedig, majd meglátjuk, a Héra nevezetű aszteroidán van, ami azért érdekes, mert a Juno, tehát itt a római névről nevezték el magát az aszteroidát, ez a harmadiknak felfedezett aszteroida egyébként, tehát egy fő égitestről van szó. A Héra viszont a napholdon áll, tehát, és a Héra nevű aszteroida egy picit mást jelent, mint a Juno. Ha összehasonlítjátok a görög és a római isteneket, a görögök azok nagyon szemetek, tehát borzasztóak. Az emberi tulajdonságoknak a legrosszabbikait hordozzák, igazi zsarnokok, igazi genyók. A római istenek egy picit emelkedettebbek, egy picit szebbek. Éppen ez egy Juno tényleg az ég királynőjét, az istenek anyját testesíti meg, Hérára is rá lehet ezeket akasztani, de sokkal inkább a féltékeny szerető, a féltékeny feleség, a szeretők miatti féltékeny feleség archetípusa. És hát ugye itt ez a festménye nagyon szépen bemutatkozik, hogy tulajdonképpen abszolút elköteleződött Zeus iránt. Tehát ez nagyon érdekes, hogy itt Juno és Héra is megjelenik, tehát ez valami fajta házassággal, szövetségkötéssel kapcsolatos újhold is. A nyilas pedig ugye eleve a jövőt építő, jövő igenlő, jövő orientált, lelkes, lobogó energia mintázat. Ugye ez aztán Adventnek a kezdete, a csodaváró, fényváró Advent, ami ugye azért izgalmas, hogy futunk rá a legsötétebb nappalra, és mégis telerakjuk magunkat fényekkel, gyertyákkal, ne gyújtsátok fel a lakást, légy szíves, az adventi koszorúkkal, tessék alá egy fém nyavaját rakni, egy fém tálcát, és akkor biztos, hogy nem fogjátok fel. Ezt kell csinálni.
hogy ne gyújtsátok fel a saját otthonotokat. Na nézzük tovább, hogy mi van itt még. Egy csomó konjunkció, tehát nagyon-nagyon sok konjunkció látható. A tű pontosan együtt áll a Merkur és a Vénusz, ez a szépen beszél, szépen fejezi ki magát állapot. Tű pontosan együtt áll a sötét hollit a Marsral, és a fekete hollit a Pallas Athénével. Tehát mind a három lit éppen ezért elképesztően prominens. Még mindig együtt áll a felszálló az Uranusszal, tehát ez is egy fontos konjunkció, illetve a Vertexet a Szaturnuszon találod a budapesti képletben. A Vertex az irányíthatatlan folyamatoknak a jelölője, és hát Szaturnusz pedig ugye a karma ura, a küszöb őre, a nehézségek, feladatok, kényszerű dolgok jelölője. Tehát ezek az együttállások talán izgalmasak ebben az állapotban. A fekete hold Pallas Athéné konjunkció, az két nagyon önálló, nagyon senkihez sem tartozó archetípus, a feminin istenasszony, az egyik oldalról a világteremtő istenő egyik leszármazottja, a másik pedig ugye Zeusnak a lánya. Ilyen értelemben igazából ellenségek is lehetnének, hiszen Pallas Athéné az ősi istennő hitnek a koporsó szögverője, hiszen ő isten nőként mégis férfitól születik, egy kicsit ilyen fából vaskarika. A fekete hollit pedig a Lilith mítosz harmadik mozdanata, ahol Lilith visszamegy az édenkertbe, mert dolga van, azért, mert ugye meg kell tanítani Évát, a tudatlan, lelketlen, csinált nőt, hát, hogy mégis csak felnőjön ahhoz a feladathoz, ami aztán a szerepe. És a sötét hold pedig az átok magunkra vétele, ez a retrográd Marssal együtt állva, bizony mutatja azt, hogy ez egy óriási fordulatot is hozhat a háborús retorikában, a háborús energiákban, mindez az ikrekben. Tehát ez a Mars befelé fordul, inkább a nyilatkozatok, a retorika szintjén harcol, a sötét hold lét pedig az átok magukra vétele. Azért most az ukránok elkövettek egy pár olyan dolgot, amivel abszolút lehet látni, hogy milyen mocskos kétszínű szemétládák. Én azt is megértem, hogy miért, hiszen az életükért harcolnak, tehát valahol értem, ettől függetlenül ez az, amit az elmúlt egy hétben produkáltak, hogy majdnem kirobbantották a harmadik világháborút azzal, hogy hazudtak. Majd nézzétek meg azoknak a rakétáknak a röppájáját. Egy még csak eltévedhet, kettő eltéved, és ugyanúgy téved, ugyan már. Ez az egyik, ugye? Tehát, na jó. Tehát nézzétek meg a röppáját, hallgassatok meg egy-két szakértőt, lehetőleg minden oldalról, lehetőleg, ha beszéltek nyelveket, akkor több oldalról is, és akkor látni fogjátok valamennyire az igazságot, legalábbis remélem. És ugye a másik pedig az, hogy kivégeztek egy csomó orosz hadifoglyot. Miért is? Azért, ja, mert visszajött, ugyan már. Tehát megint, na mindegy, szóval kezd azt hiszem a világ besokalni tőlük, és ezt láthatod ezzel a sötét hold Mars konjunkcióval. Ami még érdekes, majd a külön megnézzük természetesen ezeket a konfigurációkat, mert van belőlük jócskán. Amire itt most nem fogok kitérni, az egyébként a Szerez Neptunus Mars Lilith T-kvadrát, változó ki T-kvadrát, annyi minden más van, hogy ezt most nem fogom fejteni. Viszont az újholdnak érdekes fényszögei vannak, egy csomó diszociális, tehát jegyenkívüli fényszög van, ez most megint nektek szól a kezdőcsoportba járóknak. Nézzétek meg, az újhold az a nyilas második fokon, első fok, 1°40 valamennyi áll. A Vesta, ugye a fókuszáló képesség pedig halak 1°, ez bizony egy kvadrát, ez egy tiszta kvadrát, energetikailag is, és fokilag is. De nézzétek meg a Jupitert, ami egyelőre itt úgy néz ki, mintha retrográd, de stacionális retrográd, tehát másnaptól, 24-től fordul direktbe, tehát pont az a téridő pillanat, amikor a halakba visszavánszorgott Jupiter, megállni látszik az égi útján, és majd visszafordul, és újra átmegy a kosba. És ez egy trigon lenne, ha a Jupiter nem a halakban lenne, hanem már a kosban, akkor egy tűztrigon lenne. De még a halakban van. És még tulajdonképpen retrográd, ami azt jelenti, hogy ez egy olyan trigon, ezt nevezzük diszociális trigonnak egyébként, ami kvadrát energiákban jön létre. Tehát már is másképp kell majd értelmezni. Ugyanígy az opozíció a Sedna és az újhold között azért érdekes, mert a Sedna még a bika legutolsó fokán van, az újhold pedig már a nyilas legelső fokán, tehát ez egy olyan opozíció, megint csak diszociális, ami kvinkungsz, tehát karma fényszög energiákat köt össze. Itt is más lesz a jellege a fényszögnek. És akkor még, ami izgalmas, hogy ehhez az újholdhoz tartozni fog majd egy kvinde csille, de ezt rögtön mutatom. Szedjük szét magát a képletet,
És ezzel a diszociális T-kvadráttal, vagy tulajdonképpen nem záródó keresztkvadráttal kezdem, ami azért érdekes, mert majd az Angliára, tehát egy Londonra készült angol nyelvű videóban az aszcendens a szűz első fokára kerül, és ezáltal teljesen záródik ez a keresztkvadrát, tehát ott náluk záródik. Ma hallottam, ugye tudjátok, hogy tehát én Angliában is élek, pontosabban arra gyúrok, hogy ott nem gyúrok semmire, nem mondok ilyesmit, nem imádom Magyarországot, tehát, de mindesetre sajnos anglomán is vagyok. Ott van egy 11%-os infláció, de most ez a hivatalos infláció, és mégis az emberek kint vannak az utcán és örjöngenek, azért, mert ebben a 11%-os inflációban a lakhatás és az energiaárak nincsenek benne. Na most ezen gondolkozzatok el, hogy ez vajon mit jelent. Tehát izgalmas, tehát amik azok, akik azért hőbörögnek, mert itt a legmagasabb az infláció, nem kedves barátaim, mindenütt iszonyú magas, és ez bizony egy háborús infláció. Na de nézzük ezt a diszociális T-kvadrátot, vagy nem záródó keresztkvadrátot. Ugye, ami között létrejön, az a naphold, tehát az új hold, a Vesta, ez egy nagyon pontos kvadrát, és egy kevésbé pontos kvadrát a Transzplútó, de ugye ebben a három égítésben ez a leglassúbb, tehát ez egy bepontosodó, hozzá pontosodó változó T-kvadrát lesz, aminek az apexénél a naphold konjunkció van, tehát pont az új hold. Tehát mi történik? A Vesta ugye a fókuszáló képesség, a Transzplútó pedig a dimenzióugrás, tehát itt lehetőségünk van valami fajta dimenzióugrásra átugrani a nehézségeket, az akadályokat, mind a saját magunk meghaladása, a korlátjaink meghaladása, így is föl lehet fogni. És itt láthatjátok a Jupitertől lévő szintén diszociális trigont, ami kvadrát energiákat köt össze, és az Uranus pedig egy nagyon pontos kvindecsillét csinál az új holdhoz. Tehát adhattam volna ennek az egész videónak azt a címet, hogy ez egy változó, ez egy valamilyen hatalmas változást hozó új hold. Eleve annyirasban benne van a stagnálás utálása, a nem bírom elviselni, hogy minden ugyanaz marad, változtassunk, ugorjunk ki a nehézségekből, próbáljunk valami jövőorientál dolgot csinálni, ezt megtolja az Uránusz, ugye a 165 fok, a kvindecsille, az a rögeszme, az ambíció fényszöge, tehát rögeszmésen is lehet ezt csinálni, meg ambiciózusan is, reméljük, hogy ez lesz, és akkor lehet látni, még van egy nagyon izgalmas picike kis fényszög, egy tridecil, az Uránusz és a Transzplútó között, ami azért izgalmas, mert két olyan transzcendens égítestről van szó, amely mind a kettő a mentális folyamatokra is hat, hiszen az Uránusz a bevillanásszerű megvilágosodás, a Transzplútó pedig a dimenzióugrás és a csatornázás, a tridecil pedig a módosult tudatállapotokban létrejövő zsenialitás. Tehát itt most nagyon kell figyelnünk arra, hogy milyen gondolatok és milyen lehetőségek pattannak ki bizonyos embereknek a fejéből. Tehát ezek az érdekességek. De és akkor nézzük itt a transzcendens égitesteket. Behoztam nektek egy olyan állócsillagot, amiről eddig még nem volt szó, ugyanis a nap és a hold a Kajam nevezetű állócsillagon van, ez a Herkules csillagképnek az ómegája, tehát az utolsó betűvel ellátott csillag, és látjátok, mégis 4,5-es az erősség, tehát a magnitúdója, tehát egyáltalán nem egy halvány csillagról van szó, pedig az utolsó, ezek fényes csillagok, amik a Herkulesnél vannak, tehát az erős ember, és látjátok, hogy tehát Herkulesnek a fúrkós botja, ugye, tehát a fegyverén van ez az állócsillag, tehát itt megint az erős ember, aki felfegyverkezik, aki odaüt, aki védelmet biztosít önmaga és a szerettei számára, aki megverekszi a harcot, ezt fejezi ki, tehát ez az új hold, ez erről is szól, miközben ott a héram, az meg a szövetségkötéseknek a szimbóluma. A Transzmuton Ginevrát találod, megint csak egy feleség archetípus, Artúr királynak a feleségéről van szó, a Vesztán Hannibált, a hadvezért, tehát a fókuszáló képességen a hadvezér jelenik meg, és a stacionális Jupiteren egyrészt a Manve, ami az új világteremtésekről szól, tehát arról szól, hogy hogyan tudom a természetvédelem, a teremtésvédelem által az új világokat megteremteni, szerintem ez baromi jó, és a Seat, viszont ez ugye az öngyilkosok egyik gyógyulóhelye, a Jupiter egészen végig, amíg retrográd volt, és aztán amikor átmegy aztán a kos nulladi fokára, addig egy vonalban van ezzel a szállócsillaggal, és a Sedna pedig
hetekig, szinte hónapokig, majdnem, hogy azt mondani, hogy a következő egy évig mindenképpen a plejádokon van, tehát az Istennő lakhelye nyílik meg a számunkra a szétdarabolódás általi teremtés Kenta úrja Ján keresztül. Jó, akkor nézzük tovább a dolgokat, mert van itt még rengeteg érdekesség. Na ez azért különleges, mert két darab torzsálkány is van a magyar, tehát a budapesti képletben. Torzsálkányat az tulajdonképpen olyan, mint a torkalapácsa, csak kettő darab 45 fok kapcsolódik hozzá. A torkalapács ugye egy kvadrát és két 135 fok, itt látod, és ha ehhez még két 45 fok is társul, azért, mert van egy oppozíciós pont, akkor létrejön ez a torzsálkánya, egy nagyon-nagyon feszült, de nagyon hatékony, tettekre sarkalló, energiabombaként funkcionáló fényszögkép, és ami érdekes, hogy itt kettő is van, ugye az első számúnál az MCIC tengely adja az oppozíciót, ugye a Merkur és a Merkur-Vénusz tulajdonképpen ők ott ülnek az IC-n, vele szemben ugye az MC, és akkor az egyik, a kvadrát egyik oldala Pallas Athéné fekete hold, a másik pedig az Eris, a drasztikusan megváltozó külső körülmények kentaúrja. Tehát itt van az első számú torkalapácsunk. A második számunál az oppozíciós tengelyt a Plutó adja az egyik oldalon, és a Pallas Athéné fekete holdirit a másik oldalon. Érdekes, hogy a fekete holdirit, ami ugye a bátorság, becsület, tisztesség, helytállás és tisztánlátás archetípusa, a Pallas Athénével megkapjuk a bölcsességet, ez áll szembe a Plutóval, a hatalommal, a hatalom manipulációjával, a plutokráciával, lehet nyugodtan ezt a kifejezést használni. Itt a kvadrátod, a Juno Astrea az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a Vénusz-Merkúr adja. Nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen a Juno és a Vénusz itt kvadrátban állnak. Ugye felfoghatjuk úgy is a szövetségkötés, a ütközik a pénzhatalmi rendszerrel, de megmondhatjuk azt is, hogy itt a feleség és a szerető is ütközik, tehát egészen a saját személyes szintedre is leviheted ezt a dolgot, és de itt a horgonypont a Plutó. A másiknál a horgonypont pedig az MC, tehát a jövőpontunk, és akkor még egy kardinális kvadrát is kirajzolódik, itt lehetne bogozni tovább, mert itt egy feszült trapéz is ott van, aztán ott van egy ilyen egy kis nyilacska, egy második nyilacska, egy harmadik nyilacska, tehát rengeteg mindent találtok ott. Mindenesetre a kardinális T-kvadrát, az ugye a Pluto-Eris T-kvadrát, vagy Pluto-Eris kvadrát a tavalyi évnek és az idei év első 4 hónapjának a legfontosabb karmasztrógiai fényszöge, és itt az Eris lesz az apex ponton, és a másik oldalon ez a bizonyos Pallas Athéné fekete hold van, tehát a két erős nő, aki látszólag hasonlít, mert hiszen mind a kettő önálló, senkihez sem tartozó archetípus, de mégis nagyon mások, mert a fekete holdirit az Istennő, a világteremtő Istennő szolgálatában van, Pallas Athéné meg Zeus szolgálatában van, tehát ő legfeljebb egy korszaknak a kifejezője. És akkor megnézzük itt is a transzcendenségi testeket. Az MC-n találod Urániát, a csillagokat, és Memnosz szűnét, ugye az emlékezés istennőjét, aki létének az ellentéte, a léte folyó az, ahol megmártózunk, léte istennő az, aki elveszi az emlékeket, Memnosz szűnő pedig, aki visszaadja, tehát ez a jövő szempontjából rettenetesen fontos, hogy egyrészt bízunk a csillagokban, másrészt pedig tanuljunk emlékezni, és figyeljünk oda a dolgainkra. Az IC-n a Nixet találod, ugye az éjszakát, hát a legsötétebb ponton ott van az éjszaka, illetve hát a Vénusz-Merkur konjunkción pedig Paracelsus, tehát egy polihisztort, és az Antareszt, amely a Skorpiónak az alfája, a Skorpió szíve, ki Perzsia egyik királycsillaga, a nyugat őrzője, sikert és szerencsét hoz, ha elkerüljük a fekete mágiát. Bár most a középkori asztrológiában megtanultam, hogy mindenfajta mágia szigorúan tilos, nagy kár. Na mindegy, én azért azt mondanám, hogy azért kicsiben lehet. Pluton még mindig Paraceát látjuk, és Amikusztal vonul egész évben a Plutó, tehát a két égitest együtt mozog, ugye ez a bizonyos Kenta úr, aki a profán és a szent
feloldását azzal próbálja megoldani, hogy megfog egy kandelábert, és azzal verekszik, és panacea pedig ugye az univerzális gyógymód. Tehát itt a világ transformációja be tud hozni a számunkra, ezzel az újholddal mindenképpen el lehet indítani egy univerzális gyógyulást, ami azért azt hiszem, hogy tök jó nekünk. És akkor még ugye a két aszteroida pároson, egyrészt a Juno aztán ott látott Senecát, a filozófust, és a Pallas Athéné fekete holdéten pedig Diomédészt, a trákoknak a rettenetesen vad és durva, és majdnem, hogy emberevő királyát, hogy az ő lovai az emberevő lovak, és a Prokiont, ami ugye a kiskutyának, tehát a nagykutya előtt, vagy a nagykutyával felkelő csillagképnek az alfája. Szintén egy nagyon fényes csillagról van szó. Tehát ezeknél a torkalapácsainak a transzcendens égítése is. Akkor megint csak a budapesti, és kizárólag a budapesti újhold pillanatában kirajzolódik egy misztikus négyszög egy angyalszárnyal. Ugye egyrészt az aszcendens, deszcendens tengely, amin azért ott van a Lilit, és a másik oldalon a deszcendensen a Juno Astrea, tehát még mindig lehetőséged van arra, hogy karmát törj a szövetségeidben, illetve a párkapcsolatodban, a párkapcsolati karma megtörésére szólnak ezek a hetek, hónapok óta mondom nektek, hogy most itt nagyon lehet villantani, illetve ugye a holcsomópontok alkotják a másik részét ennek a misztikus négyszögnek, és kirajzolódik a Chiron által egy angyalszárny, 2-30 fokkal és egy szextillel. És ami az érdekesség az, ilyenkor, kedves csoport, kezdőcsoport hallgatók, ilyenkor mindig érdemes megnézni, hogy vajon az oppozíciós ponton, jelen esetben a mérleg 12.-13. fokán van-e valami, mert abban a másodpercben, hogy találsz valamit, ki fog rajzolódni egy bölcső. És itt van a bölcső, ami úgy néz ki, hogy van egy misztikus négyszög, és két angyalszárny, hogyha végig, majd rögtön megmutatom még egyszer természetesen, ha megnézitek itt a belvilágát ennek a félbölcsőnek tulajdonképpen, akkor azt látjátok, hogy kettő darab kvinkunksz is megjelenik. Itt nem húztam be szándékosan az oppozíciós pontot, hogy tisztában lehessen látni, de ugye a tengelypontok, tehát a holcsomópont tengely között mindig oppozíció van. És látod a kvinkunkszot, tehát itt egy aszcendens Chiron kvinkunksz van, illetve egy leszálló Chiron kvinkunksz, ezáltal tulajdonképpen egy ilyen sors újja fényszög is kirajzolódik. És ha megkeressük az oppozíciós pontot, és itt most kettő darab is, két transzcendens égitest is volt, méghozzá az Apophis, az egyiptomi mitológiában a napot elnyelő kígyó, tehát a teljes sötétség, a nagyon nagy kataklizmáknak a jelölője, és a Logos, nevezettű Kentaur, tulajdonképpen TNO, tehát transzneptuni, tehát egy hosszú keringésű kentaurról van szó, amely pedig a szavakkal való teremtés. Na most sötétséget fogunk mi a szavakkal teremteni, mi van ebben a bölcsőben, mi fog megfogadni ebben a bölcsőben. Maga a bölcsőtengelynek az egyik oldala ez, a másik oldalon viszont ott van Chiron, ugye a Leila Kuhónával, ami most már szerintem ismerős a számotokra, ugye már százszor elmeséltem, meg csináltunk az emesérvel egyébként egy videót is, nézzétek meg. Tiszifóne a bosszú istennője, és Alderamin pedig a Kefeusz király, Kefeusz csillagkép alfája, tehát a szerencsétlen király, aki körül van véve hülye nőkkel, többek között ugye a felesége, Kassziopeia, aki hiú, mint a rosszabb, aztán állandóan nézegeti magát a tükörbe, és megsérti a méreideket, ugye a tengeri nymfákat, akiket aztán Poszeidon megbosszul azon, hogy egy szettet küld oda, aki majdnem megeszi Andromédát. Tehát ez a szerencsétlen pasi, aki így körben van véve hülye nőkkel. Nekem mindig ez jut róla az eszembe. Mindenesetre egy olyan csillagról van szó, ahol a férfiak azt tanulják, hogy hogyan kell magukat megadni a nőknek. Na, és akkor, amit még látsz itt, az aszcendensen az oszma emelkedik, ez bizony az oroszlán csillagképnek a háta, a megtöretésnek a helye, pontosabban ahol a megtört királyi minőségeket gyógyítják, tehát ahol az elbukott királyok megtanulnak együtt élni az abukással és a megtöretéssel. Érdekes, hogy pont ez emelkedik nekünk. És a Liliten, az aszteroida Liliten van Sziszifusz, a hiába való munka, kettő darab
kentaur, az Orcus, az etruszkoknak az alvilág istene, a megszegett esküknek a megbüntetője, illetve Afidas, ugye az a bizonyos kentaur, aki lerészegedik és megerőszakolja nőket egy esküvő során, tehát az undorító aljas cselekedetek, illetve a Mizár, ami pedig ugye a göncölszekérnek az a pontja, a rúdnak az a pontja, ahol el van törve a göncölszekér. Tehát ahol elszenvedjük a kataklizmát. Tehát ez izgalmas, hogy ez az egyik sarka ennek a bölcsőnek. És amit még nem mondtam el, Szenekát már elmondtam, igen, a felszállón ott van Helena és Albion, Helena ugye szép Helena, aki miatt azért kitörhetnek a balhék, hogy most éppen Zselé úr-e az, aki miatt kitör a balhé, azt nem tudjuk, de valami szép lélek miatt ki fog törni, és az Albion pedig egy kentaur, ugye, aki a fizikai teremtés, tehát amikor valami teljesen újat hozok létre, egy meglévő dolgot feldarabolok, szó szerint, hogy ez Ukrajna lesz ez, nagyon érdekes volt, mert ma reggel néztem meg Bogáraci bácsinak az újabb videóját, és ő azt mondja, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz, de természetesen fel fogják darabolni Ukrajnát, tehát a lengyelek most nagyon visszakoztak a retorikájukból, és már olyan nagyon, tehát kicsit elkezdtek pusolni, valószínűleg nekik ígérték a lengyel területeket. Tehát ahogy Laci bácsi mondja, Ukrajna nem is volt, és nem is lesz. Nyilván lesz majd egy terület, amit Ukrajnának hívnak. Ez egy csinált ország, össze van tákolva rengeteg nép, hogy hívják ezt, nemzetiséggel, különböző nemzetiségekkel. Nem véletlenül, hogy ilyen agresszívan próbálják az ukránok ugye a saját történelmüket meg mitológiájukat építeni, mert sosem voltak és sosem lesznek. Most éppen ugye a mai ilyen figyelmeztetés, hogy még 3 millió ukrán fogja otthagyni, mert különben meg fognak fagyni. Tehát tényleg katasztrófa. Azt tudom mondani, hogy a nagyhatalmaknak a packázását mindig a kis emberek, és mindig a magukra hagyott, teljesen ártatlan szenvedők kénytelenek ugye elszenvedni, és ez egész egy hihetetlen undorító ocsmány dolog, de ez van. Tehát Albion az új dolgoknak a szétdarabolás által teremtett új világ, új életnek a lehetőségeit hozza oda. Szedna is ilyesmi, az a szétdarabolás általi teremtés kentaurja. Albion egy picit más, mert ott arról van szó, hogy nem a nem működő részeket daraboljuk tovább, vagy szedjük szét. Tehát nem szétszedni és újból összerakni, az egy legó, az a Szedna. Az Albion az azt jelenti, hogy vagyok, és négy felé vágom magam, hogy ezáltal sokkal több mindent teremtsek. Tehát az ugye Adam Kadmon figura tulajdonképpen, ez az Albion, egy olyan jellegű figura, amiből megteremtődnek új aspektusai a világnak, és ezért ez tényleg izgalmas itt a felszállón. És amikor még egy sarkat nem mondtam el, azt hiszem ezt a leszállót még nem mondtam el, ott van Érosz, a fizikai vágy általi teremtés, tehát ott a Logosz és az Érosz, ami azért érdekes, ugye ez egy 30 fokkal kapcsolódik, mert Logosz az, hogy kimondom úgy lesz, Érosz pedig erre vágyom úgy lesz. Tehát majd meglátjuk, hogy melyik nyer. Mindenesetre a Logosz az, ami a tengelypontot adja, tehát igazából annak kéne nyernie, de majd meglátjuk. Na és akkor van ez a Varéza, nevezettő, ki sem tudom mondani, ez is egy teremtés, kentaur egyébként, tehát ez is a föld szeretete, a fák, a virágok, a természet ismerete, a teremtés védelem kapcsolódik szintén. Ugye volt már egy pár ilyen cuccunk, úgyhogy ez is egy izgalmas, ez egy vagy nem etióp. Valami afrikai törzsnek a teremtés mítosza. És akkor ott van még az Alfekka, ugye a mennyasszonyi korona, Dionysos feleségének, Ariadnének a mennyasszonyi koronája, amit Dionysos fölhelyez az égbe, a feminin életöröm szimbóluma, annak a feminin örömöknek a megélési lehetősége. Ez a bölcsönk, tehát nagyon kíváncsi a Kleszint majd, hogy hogyan lesz ebből valami. Amit még meg akartam nektek mutatni, az pedig, az a tény, hogy most ebben a téridő pillanatban, látjátok, itt lehet látni, hogy a Jupiter az retrográd, tehát stationary, tehát stacionális, a Mars még mindig retrográd, most szándékosan csak ezeket hoztam nektek ide, és ami érdekes az az, hogy kettő darab bolygónk is, a Mars is, és a Merkur is jelenleg, kiment az állatövön túlra, tehát kint van az univerzumban, tehát extrém deklinációjú, a Merkur éppen csak, tehát egy év perccel ment ki, de mégiscsak kilépett. Ez azért nagyon fontos, mert a Merkur itt nagyon-nagyon erőteljesen tényleg le fogja tudni hozni mindezt, amire szükségünk van, miközben a hagyomány szerint ugye a nyilasban exilben van, tehát igazából alapvetően rossz helyzetben van, de mi tudjuk nagyon jól a karmasztrógiában, hogy az exilben lévő égitestek azok azért érdekesek, mert képesek
más, a más javára működni. Tehát ha neked egzilben lévő bolygód van, akkor a legjobb, amit tehetsz, hogy más javára működteted. Nem a saját javadra, nem magadat szolgálod vele. Ezzel szemben, hogyha pedig ugye saját jegyben van, akkor pont magadat tudod vele szolgálni. És a Merkur éppen ezért a megoldásoknak a jelölője itt, pláne az, hogy kint van, egy picit kint van az univerzum területén, tehát nem a naprendszert hagyja el, hogy fogalmazzak, az emberi színpadot hagyja el, és kilép egy univerzális szintre, talán így a legegyszerűbb megfogalmazni, ezt nevezzük extrém reklinációnak, amikor tehát az állatok peremén belül lévő bolygó, ami többnyire belül van, fogja magát és kilép, és tesz egy kirándulást a sötétbe. És ez még az a szerencse, hogy nem annyira megy ki, mert akkor már egészen vad dolgokat is tud hozni, hanem egész egyszerűen lehoz egy csomó információt a számunkra, olyasmit, ami rejtve maradna egyébként. Ez a belelátó képességet tudja szimbolizálni, ráadásul a szavakba öntést is segíti. Tehát valami, amit észlelek, azt racionálisan szavakba tudom önteni ezzel az extrém deklinációs Merkurral. A Mars pedig ugye már kint van egy jó ideje, azt pedig hát elősegítheti, hogy ez a konfliktus oldódjon egy picit, és működőképesebb legyen a világ, mert hát ez lenne a dolgunk, hogy működtessük ezt a világot, de úgy, hogy a teremtés védelmet megpróbáljuk előrehozni a nézőpontjaink számára. Ez tehát az új hold, ki is rakom nektek, most a mai napon kettő is van, ugye a versus-t folytattuk a Zolival, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy az új holdat is megnézzétek, és mondom technikailag, itt Budapesten ez a 23-a 23 óra 57 perc, ez már a 24-e hajnali időszak, ha nem zónaidőt használnánk, hanem helyi időt, akkor az lenne. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Boldog, nyilas új holdat, boldog adventet. Figyeljetek oda egymásra, a fényt fogjuk ünnepelni, és az a lényeg az egésznek, ugye az adventi gyertyák is, ahogy a fény fogy a világban, mi a szívünkben és a saját otthonunkban erősítjük ezt a fényt. Minden egyes gyertyával erősebbé válik a fény, bennünk is, körülöttünk is, ez most a dolgunk az advent idejében, a csodavárás idejében. Sziasztok!